reggeli személy. Polyák Gábor médiajogász, a közös ellenzék médiapolitikai kabinetjének vezetője a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az azért egy, vagy az egy mennyire megszokott működési modell a világban, hogy egy médium, mint mondjuk a Klubrádió is akár, nem a hirdetési piacból tartja föl magát, hanem adományokat kér, vagy támogatást kér a saját fogyasztóitól, hallgatóitól, olvasóitól, nézőitől. Egyfelől az, hogy a fogyasztók részt vesznek a média finanszírozásában, az a legősibb modell, hiszen az újságok esetében ez volt az egyetlen létező modell, ahol a reklám mellett mindig is közel ugyanakkora arányban a bevétel a vásárlóktól, előfizetőktől érkezett, tehát ilyen értelemben ezt nem kellett feltalálni, csak aztán hozzászoktunk ahhoz, hogy minden reklámokból működik, és nincs közvetlen hozzájárulás a fogyasztók részéről. A fogyasztók meg hozzászoktak ahhoz, hogy számukra ez gyakorlatilag mintha ingyen lenne. És hát az elmúlt időszakban, és ez nem csak Magyarországra igaz, hanem gyakorlatilag az internet és főleg a közösségi média elterjedésével azok a hagyományos megoldások, azok a hagyományos reklám alapú üzleti modellek, amik mentén működött a média, ezek megdőltek. Reklámbevételek már nem a hírportálokhoz, nem az online rádiókhoz folynak, hanem a legnagyobb részük a Facebookhoz és a Googlehoz. Úgyhogy a világon mindenhol elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogy lehetne akkor ezt a kieső bevételt pótolni, és hát nem maradt más ötlet, mint hogy akkor térjünk vissza a fogyasztóhoz, kérjük meg őt, hogy vegyen részt a finanszírozásban, tagsággal, előfizetéssel, adománnyal. Úgyhogy ez egy létező bevett modell, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó modell, mert valamilyen módon közelebb hozza mégiscsak a médium fogyasztóit az előállítókhoz. Egy valamiféle közvetlen kapcsolat, magaménak érzem azt, amiért, ha nem is előfizetek, de adományt adok, és ugyanakkor a média számára pedig egy olyan kényelmet jelent, hogy akkor nem tartozik senkinek elszámolás abban az értelemben, hogy nem kell arra figyelni, hogy melyik reklámozómat ne bántsam meg. Tehát ilyen, vannak ennek arra komoly kell figyelni, hogy melyik hallgatómat ne bántsam meg. Láttam már, hogy néha feltűnnek olyan elemzések, ez nem feltétlenül a Klubrádió története, hogy hát ez is sokszor a véleménynyilvánításnak egy bizonyos ponton lehet akadálya. Én nekem erről nincs igazán itt tapasztalatom, de látom, hogy vannak erről már tanulmányok, hogy hát az se a teljes szabadság feltétlenül. Igen, ezt szokták mondani, hogy mert akkor meg kell felelni azoknak az adományozóknak, vagy előfizetőknek, akik ilyen módon tartják életben a médiát. Tehát valakinek fizetnie kell a média működéséért, ezt nem tudjuk elkerülni, és akkor már egyébként egy darab adományozó, vagy egy darab előfizető, az nyilvánvalóan sokkal kisebb súlyt képvisel, mint egy nagy reklámozó. És hogyha meg az a tapasztalat, hogy az adományozók többsége nem ért egyet azzal, amit kap az adományáért, vagy az előfizetésért cserébe, akkor ők úgy is váltani fognak egy másik médiumra. Én ebben nem látok különösebb problémát. Akkor hogy mondjam el, hogy eddig a mi gyűjtési értünkön 33.793.000 forint jött össze. Ez tök jó, köszönjük szépen, hajrá, hajrá. Kérhetnek csekket, bocs, hogy elmondom, a 240-79-53-as budapesti telefonszámon, vagy a 240-69-53-as telefonszámon, tehát ott információ, csekket, számlaszámot, és a klubradio.hu oldalon minden szükséges információ megtalálható. Ugye az a furcsa helyzet állt elő Magyarországon, hogy tulajdonképpen a hallgatottsági számokat nézve a Klubrádió megélhetne a hirdetési piacból is. Tehát van annyi hallgatója, amelyik egy piacot jelentene, ráadásul felteszem, relatíve magasabb jövedelmű városi luxusköltésre is képes, vagy nem csak csirkefarhátra, bár azt se becsüljük le, költő közönsége van, hanem olyan, amelyik felteszem az anyagi ereje, mondjuk az országos átlag fölött van. Tehát, hogy jó lenne, hogy hirdessenek neki, na most hát tudjuk, hogy mi van itten. Azt tudjuk, hogy a piac nem működik. Azt tudjuk, hogy a reklámozók nem a hagyományos piaci megfontolások mentén döntenek arról, hogy hol helyeznek el reklámot és hol nem. Ugye a magyar médiapiac az tényleg a nyugati világban egyedülálló abban a tekintetben, hogy itt a legnagyobb reklámozó az állam, de olyan fokon a legnagyobb, hogy a következő hatalmas cégek, a nagy multi német befektetők, kiskereskedelmi láncok, illetve távközlési cégeket együttvéve, aztán a következő ötöt együttvéve sem érik el a következő öt azt a mértékű reklám kiadást, amit a magyar állam a reklámpiacon elkölt. Ez önmagában egy elképesztően torz helyzet. Innentől kezdve lehetetlen megítélni, hogy melyik szereplő
képes valódi gazdasági teljesítményt is nyújtani, valóban a közönség igényeinek megfelelően működni, hiszen nem ettől függ a bevétel. Nekem van egy érzésem, hogy ez a nagyon sok pénz, ami reklámköltésként jelenik meg, szóval abból lesznek luxusjaktok, meg szép ciprusi villácskák, meg 120 milliós órák, meg nem tudom még, tehát hogy itt nagyon nehéz a költségeket, vagy sokkal nehezebb, mint egy gépet fogsz megnézed, ez ennyibe kerül, de itt nehéz sokszor megmondani, hogy mi mennyibe kerül, tehát nagy surlódási vesztesség léphet fel a költségekben. Ez egészen biztos, igen. Tehát, hogy az... azért is kell, bocsánat, csak azért is kell ilyen sokat reklámra költeni, hogy többet lehessen kivenni belőle. Tételezem fel. Igen, de pont azért annyi maradt benne, hogy egyébként a bármiféle krízis helyzettől, vagy akár csak a rendes versenyfeltételektől teljesen függetlenül ezek a médiumok és a náluk dolgozó médiamunkások, nevezzük őket így, azok azért jól érezzék magukat, persze, tehát itt nem készül el út, mert ugye azt szokták mondani, hogy az aszfaltból is persze ki lehet lopni egy csomó pénzt, de a végén mégiscsak ott van valami, hát a média esetében nincs ott valami, azt nem tudjuk, hogy mi a tényleges költség, amit meg kell téríteni, biztos, hogy ebből elég sok folyik mellé, de még mindig messze jobb helyzetben van a kormánypárti média. Igen, bár én az útépítőket sem mindig sajnálom, mert amikor kiderül, hogy hát kétszer, háromszor, négyszer annyiba kerül, mint Horvátországban mondjuk vasút vagy útépítés, akkor az sem. Hát biztos jobb. Ja, miénk biztos jobb. De ez 100%, hogy miénk biztos jobb. Hogy az is a furcsasága ennek a piacnak, hogy nem csak, hogy az állam a legnagyobb költő, hanem hogy a piaci cégek egy jó része sem mer önálló döntést hozni. Hát arról minden nem kormánypárti médiának hirdetése foglalkozó munkatársának rengeteg története van, hogy most már nem is, már a 12-ben nem is mondanak semmit, de eleinte milyen vicceseket mondtak egészen odáig, hogy hát na jó, ha nem lesz sehol a nevünk, akkor hello, itt egy kis pénz, de ne is lássuk többet egymást. Ez nem a médiáról szól, ez arról szól, hogy ennek a kormánynak és ennek a kormánypártnak sikerült olyan mértékben uralni a magyar társadalmat és a magyar gazdaságot, hogy nem nagyon maradtak autonóm szereplők, és ez egy nagyon messzire vezető beszélgetés, mert a felsőoktatástig, meg a kultúra területéig is elér, és a gazdaság olyan szereplőig is, akik egyébként még csak nem is magyar tulajdonossal rendelkeznek, de tudják, hogy itt, ha pénzt akarnak csinálni, akkor jóban kell lenniük a kormánnyal, és az Orbán kormány ezt nem szégyelli kihasználni. Úgyhogy igen, tehát itt az a hátsó gondolat van, hogy ha a Klubrádióban helyezek el hirdetést, akkor majd holnap után jön egy külön adó, vagy valamilyen olyan jogszabály, ami miatt nekem sokkal drágább lesz itt a működésem, és lehet, hogy ezt tapasztalatok támasztják alá. Hát jó, bár szoktam mondani, hogy gyáva népnek nincs hazája, szóval talán még ez a legkisebb kockázatok közé tartozik, hogy esetleg ott is hirdetek, amit nem szeret annyira a kormány, és ki tudja, mi lesz vele. Hát gondolnám én, aki persze nem döntök hirdetési pénzekről sem. De hát ne akarjuk kivenni pont a gazdasági szereplőket a társadalom egészéből. Igen. És akkor most itt az anamnézis felállításánál még egy fontos pont van, ez a, nem tudom, hogy nevezik most, nevezik még saját magukat közszolgálatinak, nem tudom. Persze. Magukat úgy nevezik? Hogyne, hogyne. Ó, de vicces fiúk, lányok. Hogy hát horribilis pénzek mennek erre, azt hiszem 130 milliárd körülbelül. Forint. Hát nekem csak ilyen közvetett élményeim vannak a dologról, mert nem vagyok fogyasztója ennek, de hát azok azért elég borzongatóak, amiket mondanak. Most volt ugye egy sorozat arról, hogy például a néhai távirati iroda, ami hát mégiscsak egy alapintézménye kellene, hogy legyen egy ország kommunikációjának, hát milyen primitív propagandát csinál kézi vezérléssel. Az egy ijesztő történet, hogy egyfelől mennyire fenntartások nélkül veszik át a minisztériumból, Orbán Viktor mellől, de akár a mészáros cégektől érkező sajtóközleményeket, ugye ne változtassa címen, és hogy még ezen túl is egy olyan erős belső öncenzúra indult el, hogy a döntéshozók, azok a szerkesztők, akik eldöntik, hogy mi az, ami kimehet majd hírként, és mi az, ami nem, azok mindenféle külső nyomás nélkül is már olyan szinten szűrik az információkat, amiből egészen biztosan nem a valóságról fogunk képet kapni. Nem akarok itt pszichológizálni, de főleg mikor ezt az MT-ről szóló, néhai MT-ről szóló sorozatot olvastam, azért belém hasított, hogy több név nekem ismerős volt, kollégáim voltak, jó kollégáim is, nem is feltétlenül jó, rossz szakemberek, hogy
Hogy lehet idáig eljutni? Mivel az ember meg tudja magának magyarázni, mert a kognitív diszonancia sokféleképpen csökkenthető, de hogy miközben nekem, vagy az én nemzedékemnek mégis az az élménye, hogy a 80-as években, ami persze nem volt messze a sajtószabadság birodalma, de hogy éppen az volt a mértékadó újságírói attitűd, hogy ugyan egy csomó dolgot még hétfőn nem szabad, vagy nem lehet, hogy azt hiszik, hogy nem, de kedden kiderül, hogy már erről is lehet beszélni, szerdán már arról is, csütörtökön már arról is, és akkor pénteken Rangos Kati bemegy a pártházba, és elkapja a belügyminisztert, és megkérdezi tőle, hogy miért nem mond le. Szóval, hogy ez volt az attitűd, hogy ez egy jó, eltelt egy nemzedéknyi idő, de hogy ez hogy juthattak el emberek idáig vajon, kollégám? Nyilván minden egyes embernek megvan a maga magyarázata, a maga kognitív diszonanciája, és van, aki nem is próbálja megmagyarázni, azt mondja, hogy hát ennyi pénzt máshol nem lehet keresni, és nagyon sokan végül is tényleg addig-addig csinálták, amíg maguk is elkezdték hinni, hogy nem is biztos, hogy ez annyira jó, na de hogy a többi ugyanilyen lenne, ettől mászok a leginkább falra. Hogy a többi ugyanilyen lenne? Hát jobb, ha én csinálom, mint a más. Nem, hanem hiába lenne itt váltás, most én tudom, hogy részt veszek ennek a rendszernek a fenntartásában, de a többi politikus ugyanezt csinálna. Tehát mindenkinek van valamiféle egyéni magyarázata, hogy össztársadalmilag hogy jutottunk oda, hogy van egy párt, amelyik egyébként akárhányszor hatalomra kerül, képes egy olyan mentális nyomás alá helyezni az országot, aminek az ország jelentős része behajol, és elkezd úgy viselkedni, ahogy ezt ez a párt, meg ez a pártvezető elvárja. Erre nekem nyilvánvalóan nincs magyarázatom. Igen, hát ez, amiről az előbb beszéltünk, hogy a felsőoktatást is megnézhetünk, meg az alapfokú oktatást, meg az akadémiai életet, meg a filmipart, meg a nem tudom micsodát. Jó, mit lehet kezdenie az ellenzéknek április 4-től, ezzel hát nevezzük ezt azért állami médiumnak, pártállami médiumnak, ami most van. Jogilag a részletek erre nem emlékszem, de tudom, hogy nagyon ügyesen megcsinálták, hogy a pénzt akkor is oda kell nekik adni, ha mindenki a feje tetejére áll, akkor is az ellopandó 130 milliárdot oda kell adni. Nyilván mindenhez hozzá lehet nyúlni, de szóval vannak erre tervek, lehet ezzel valamit csinálni, viszonylag belátható idő belül, hogy vasárnap bemondják, mint hétfőn közlik, hogy de az mégsem számított, vagy mit fognak majd csinálni. De ne legyen kétségünk, hétfőn ezt fogják bemondani. Na jó, de ott van a kedd, és akkor már nem biztos, még ott van az az ember, aki végig hazudta az elmúlt 100 évet. Én ilyenkor azt kell mindig, hogy mondjam, hogy jogász vagyok. És nem, tehát jogászként nem tudok olyan megoldást mondani, amitől keddre megváltozik a helyzet. Szerda. Azt lássuk tisztán, hogy minden kétharmaddal van szabályozva, ahogy mondtad, a pénzig bezárólag. Tehát még azon mindenféle megoldásokkal lehet változtatni, hogy az a 130 milliárd, az ne legyen 130 milliárd, de azon, hogy az MTVA ne legyen MTVA, és ne ezek az emberek vezessék, akikről világosan minden egyes nap látjuk, hogy semmi közük a újságíráshoz, a nyilvánossághoz, a demokráciához. Szóval erre jogi megoldás nincs, hogy egészen finoman fogalmazzak. Ehhez kétharmad kell, vagy valami olyan politikai elszántság, amit viszont nem jogi eszközökkel fognak keresztül vinni. Ahhoz nem kell nagy politikai elszántság, hogy mindent ugyanígy hagyjanak. Tehát, hogy akkor feltételezve, hogy a mai ellenzék győz, hát látjuk, hogy most milyen gátlástalanul hazudoznak minden fontos kérdésbe, és hogyan élnek vissza mindennél, és micsoda karaktergyilkosságokba és lejáratásokba vesznek részt. Minden ugyanígy megy tovább. Hát az is egy öngyilkosság. És nem tesz jót az ember igazságérzetének. Nem, egyáltalán nem tesz jót az ember igazságérzetének, és nagy a kockázat, hogy egy olyan frusztráció és düh fog emiatt felszínre törni, ami nem jogi megoldások felé fog vezetni. Tehát én nem tudok mást mondani, amit én tudok mondani, az, hogy kétharmad nélkül alternatívákban tudunk gondolkodni. Az ellenzéki program sem forradalmi tettekben gondolkodik, hanem azt mondja, hogy ha nincs kétharmad, akkor el kell kezdeni kiépíteni egy olyan közszolgálati csatornát, ami több platformon megjelenik, és egy valódi közszolgálati tartalmat képes nyújtani. Szóval én biztosan nem vagyok az ember, aki azt tudja mondani, hogy a szerdán vagy csütörtökön bezárjuk az MTV-t. Azt is látni kell, hogy
gyakorlatilag biztos vagyok benne, hogy az MTV gazdálkodásában találnánk problémákat, amiket én most nem láthatok, mert nincs rálátás. Mert például ahhoz, hogy az MTV gazdálkodását megnézzük, ahhoz az állami számvevőszékre van szükség, szintén Fidesz kétharmaddal, fideszes emberek által irányítva, gyakorlatilag érinthetetlen. Ugye az MTV-nak a vezérigazgatóját, azt a Pap Dánielt, azt az a Koltai András hívhatná vissza, egyébként tegnap, vagy ma, vagy holnap, bármelyik nap, mindenféle indoklás nélkül, akit ugye 9 évre most neveztek ki a médiatanács elnökének, és hát szintén megbízható fideszes harcos, végigcsinálta a médiatanácsot 9 éven keresztül, az ő pozíciója is kétharmaddal van 9 évig bebetonozva. Én értem a frusztrációt, és én értem a várható csalódottságot, de nem tudok mást mondani, mint hogy jogi eszközökkel mi csak azt tudjuk megmutatni, hogy ezt lehet jobban csinálni, lehet valódi közszolgáltatóságot csinálni, erre megvannak a jogi eszközök, ezt fel lehet építeni, de én azt nem látom, hogy az MTV-ját azt gyorsan és békés úton milyen módon lehetne leépíteni. Jól értem, hogy azt mondja, hogy akkor kell egy másik csatorna, ami normális. Kell egy másik csatorna, ami joggal viseli a közszolgálatiságnak a címkéjét, ami egyébként tekintettel van arra, hogy azért nyilvánvalóan vannak a magyar médiarendszerben független médiumok, és őket nem szabad tönkretenni, és amelyik képes mondjuk olyan platformokon is megjelenni, ahol egyébként a közönség valóban van. Mert hát sokat beszélünk a közszolgálati médiáról, de azért az M1 nézettsége az nem az eget verdesi. Tehát egy most nem tudok számot mondani. Hát mert ez is ezek, valami. Jó, hát minek is nézné az ember. 2002 után, amikor a Fidesz elvesztette a választást, akkor még ilyen nagy tüntetéseken is előkerült, hogy osszuk szét a médiát, és talán Boldogult Kerényi Imre vetette föl, hogy legyen egy csatornája nekik is, meg nekik is, ott mindenki azt csinál, amit akar. Akkor ugye az volt erre az akkori kormánynak a bizonyos szempontból logikus válasza, hogy nem, hát ez egy rendszer, de hát akkor mégiscsak ide jutunk el, ha jól értem. Hát, hogyha ide is jutunk el, akkor sem az lesz, hogy ez a miénk. Tehát amihez én egy programot le tudok tenni, és én nem vagyok újságíró, és nem értek a műsor szerkesztéshez, de az egy valódi közszolgálat. Ez nem arról szól, hogy akkor a másik csatornán Márki-Zay Pétert ugyanolyan áhítattal fogják emlegetni, mint most az M1 Duna csatornákon Orbán Viktort. 9-szer adják le az egyébként nem túl izgalmas beszédét március 15-e után. Én már a 8-nál kezdtem unni. Uh-huh. De addigra már mindenki tudta kívülről legalább. Ez, ismeri ezt a viccet a szovjet tévében, amikor bevezetik a második csatornán. És akkor az első, nem tudom, Brezhnev elvtárs beszél, valaki átkapcsol a másodikra, és ott áll egy rendőr, így ütögeti a kezét egy gumibottal, és azt mondja, nézzük, meg kapcsolgatunk. Szóval lehet, hogy itt is ilyen. Ennyivel bonyolultabb lett a médiarendszer. Tehát már nem két csatorna van, már nem elég két csatornát uralni. Tehát egyébként ennek a mostani nyilvánosságnak éppen ez a rákfenéje, ami az erőssége is, ez az elképesztő zaj, amiben azért ott van mindig a valóság, amiben ott van mindig a független hang, akire érdemes hallgatni, csak iszonyú nehéz kiszűrni ebből a zajból. És hát az orosz propagandára szokták azt mondani, hogy az volt az első, amelyik ezt tudatosan használta, hogy ebben az elképesztő zajban bedobunk hivatalos forrásokból 10 különböző állítást, amik egymásnak homlokegyenest ellent mondanak, mindenki találja meg azt, amelyik neki tetszik, nem számít, hogy melyik igaz és melyik hamis, bármelyik lehetne igaz, úgyis a sok információ közül mindenki azt csipegeti ki, ami neki tetszik. Ugye volt itt még egy trükk, a ma már emlegetett néhai magyar távirati iroda szolgáltatásait ingyenessé tették, ezzel megölték a konkurenciát, és elérték azt, hogy a költséghatékonyságban érdekelt kisebb médiumok nem tartanak fent saját hírszolgáltatást, hanem átveszik ennek a néhai MT-nek az igen tendenciózus, elhallgató, sokszor szándékosan nem igazat mondó híreit. Megjegyzem, úgy alakították át az MT-t, hogy nem sokkal előtte választották újra az elnökét, és lett volna annak még nem tudom én hány éve, és akkor ők nem voltak annyira finnyásak, hogy ez így most megvan évekre, akkor ez addig nem nyúlunk, hanem pár pontosan emlékszem, hogy a választások előtt ez kiszivárgott, és akkor maga Szijjártó Péter talán szóvivő volt, ment el az MT-be, és mondta, hogy nem lesz itt semmi, mondta hétfőn, kedden szétverték az egészet. Na mindegy. De bocsánat, én nem finnyás vagyok, nekik megvolt a kétharmadjuk. Én amint van erő,
én nagyon szívesen építenék egy tisztességes, normális közmédiát, amiben semmiféle MTVA nincs. Az MTVA az egy teljesen nonsens, értelmezhetetlen intézmény. Egyetlen célt szolgál, eldugja a pénzt, eldugja a döntéseket. Nincs rá szükség, de ahhoz erő kell, méghozzá sok erő, kétharmadnyi. Bocsánat, de térjünk vissza az MT-re, csak akkor, hogyha itt vagyunk megint, hogy nem értem, hogy kellene valami kiszámítható jogrendel, mégiscsak egy ország így tud működni, de most ugye úgy állunk, hogy van egy oldal, ami tesz a jogrendre, nem különösebben zavartatja magát, hogy kétharmad, vagy nem kétharmad, de azt csinál, amit akar, és van egy másik oldal, amelyik azt mondja, hogy hát ugyan baseball ütővel jönnek ki a focipályára, és nem a labdát büfölik, hanem az én fejemet, de hát most hát ez a most így ilyet játszunk. Hát hello, üssé még egy nagyobbat, de én akkor sem fogok semmi, csak oda tartom a másik orcámat. Úgy belekeveredtem a saját hasonlatomba, de érti. Hogy ne érteném. Csak hát mondjuk ki, hogy amiről beszélgetünk, az forradalomnak hívják. Tehát, hogy akkor, hogyha félretesszük teljes egészében azokat a kereteket, amik sajnos kötik valóban, de egyébként formálisan kötik a Fideszt is, csak neki megvan hozzá a kétharmada. A Fideszt praktikusan nem köti semmi, mert úgy alakította az egész választási rendszert. Én ezt tudom, hogy neki stabilan megvolt a kétharmada az elmúlt ciklusokban. De a mostani helyzetben egyébként neki is a matek nagyon nehezen dobná ki, de az ellenzéknek is. Ha ezt félretesszük, azt nem úgy hívják, hogy kormányváltás, azt úgy hívják, hogy a teljes jogrendszertől megszabadulunk, kidobjuk. Lehet ilyet, ez egy politikai akarat, ez egy nagyon komoly társadalmi támogatottság kell, de ez nem egy békés kormányváltás. Bocsánat, hogy ezt a szót használom, de ez tényleg forradalom. Igen, Szanta József is mondta, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Ugye azért van, aki fölveti, hogy a Fidesz a hatalmat, hát nem az alkotmány szellemében ragadta meg, de még az alaptörvény szellemében sem, mert hogy mégiscsak ez egy váltógazdaságra optimalizált rendszer kellene, már politikai váltógazdaságra optimalizált rendszer kellene, hogy lenne. Eljött csinált egy olyat, ami nem olyan, hát csak ma itt elhangzott a számvevőszék, nem beszéltünk az ügyészségről, a bíróság megragadása, a média, az önkormányzatokkal, amit művel. Erre mondom azt, hogy ez nem demokrácia. Ez nem demokrácia. Akkor viszont lehet, hogy demokráciát kéne csinálni. Na jó, vissza akkor a média viszonyokhoz, hogy itt van ez a, hát ilyen piaci módon, piacinak tűnő eszközökkel verték szét a piacot, mint hogy na most ingyen adjuk. Hát első pillanatban milyen vicces, hogy ingyen adjuk. Ez nem volt első pillanatban sem vicces, hogy nagyon hamar tönkrement az egyetlen alternatív hírügynökség, a független hírügynökség, aztán akkor így úgy amúgy néha visszatért, de valójában már hírügynökségként nem tudott senki működni, az ingyennél semmi nem lehet olcsóbb. Ez egy zseniális húzás volt, és az, amit említett, hogy a helyi rádiók, azok meg készen kapják gyakorlatilag a hírblokkot, tehát csak meg kell nyomni a gombot, és a MTI-nél felvett hanganyag, az lemegy adásban. Megérzem, lehet híreket csinálni, ezt 25 perc múlva itt most mi bizonyítjuk, hogy lehet saját híreket csinálni. Kicsi kívül kellene hozzá jó szakemberek, ára van meg hát az önök támogatása. De szóval azért ez nem egy megvalósított, megugorhatatlan dolog, hogyha van rá igény. Hát 2015 mindenki megugrotta. Egyszerűen az van, hogy ez megint egy piac torzító beavatkozás. Sokkal olcsóbb megvenni ezt a konzerv hanganyagot, mint egy darab hírszerkesztőt vagy riportert alkalmazni. Ez egy nagyon durva piac torzítás. Na és egyébként az MTI az annyira hányatott sorsú most az MTV-en belül, hogy ott ez kiderül a cikkből, amit a Direkt 36 munkatársai írtak meg kiszivárgott levelek alapján, hogy valójában a munkatársak sem nagyon tudják, hogy ki az ő főnökük, kinél kellene bármilyen panaszt tenni, kihez kinek fordulhatnak. Kinek a popsiját kell illetni, azért az nagyon kellemetlen tud lenni egy ilyen rendszerbe, olyaj. Én hadd legyek azért egy picit elnézőbb azokkal a hírügynökségi újságírókkal, akik benne ragadtak ebben a rendszerben, mert azt gondolom, és beszélgetve néhány korábban hírügynökségnél dolgozó újságíróval, ez az állítás legalábbis, hogy ez egy nagyon egyedi szakma. Tehát, hogy aki hírügynökségi újságíró, az nehezen tud átváltani az újságíráson belül is másra. És hát hírügynökség az egy helyen van pillanatnyira Magyarországon. És ezért ez annyiban biztató, hogy én azt gondolom, hogy ha kap egy olyan ajánlatot majd ez a gárda, aki a hírügynökségi tevékenységet elvégzi, ami egy megfelelő alternatíva, akkor ők kicsábíthatók, kimenthetők mondjuk így az MTVA-ból. Tehát egy hírügynökségnek a felépítése az azért nem lehetetlen, mert nélkülük az MTVA-ban sincs hírügynökség. Tehát viszont ez talán nem olyan, ami kétharmadot igényel, tehát ez egy gyakorlati lépés lehet.
azt kell mondani, hogy mi ezt tudjuk ajánlani, szabad munkát, és akkor itt lehet egy új hírügynökséget építeni. Én sokáig azt gondoltam, hogy hát rengeteg, hogy mondta, hogy ott szorultak kollégák, tehát olyanok, akik tudták még, hogy ez hogy működött, meg hogy kell ennek működni, hiszen tényleg az a újságíráson belül is egy speciális és nagyon komoly tudást igénylő szakma, mert nem lehet csak úgy linkeskedni, vagy nem lehetett. Tehát, ha a megrendelés más lesz, hát akkor majd azt mondjuk, hogy jó van, gyerekek, volt pár rossz évetek, de most lendüljünk túl rajta, ti meg tudjátok csinálni. Kevéssé ismerem ma már persze a néhai MTI belső viszonyait, de azért a többiekről, amit hallok, azt hiszem, hogy ott egy nemzedékváltás és egy kultúra, szakmai kultúraváltás történt. Tehát, hogy most már tehát az ember lehet elfogult, tévedhet, megfelelhet bizonyos főnöki vagy politikai elvárásoknak, hogy mégiscsak bejöjjön az a fizetés, de szerintem van egy szint, aki abba benne ragadt, és azt csinálja, onnan már nem tudom elhinni, hogy van visszaút. Hogy nem lehetett elhinni eddig se, amit mond, ezután is miért higgyem el egy szavát? Amúgy lehet, hogy ez sem igaz sajnos, de lehet, hogy az alanyt és az állítmányt tudja egyeztetni, nem tudják már sokan, az sem nincs, és ma már rá szükség. Szóval, hogy nem vagyok annyira biztos benne, hogy ezek az emberek, akik ott vannak még nagy tételben, nyilván sokféle van, és holnaptól az igazság bajnokai lesznek. Annyit fogadjunk el, hogy sokféle van. Én amikor a dű szól belőlem, akkor ugyanezt gondolom, hogy azért 12 év után már nagyon nehéz megmagyarázni az egyéni sorsokat is, de hogy mondjam, az sem lehet egy út, hogy akkor, akármerre nézünk, megint csak, nem csak a médiát érintően, bármelyik szférát érintően, alig mondhatjuk azt, hogy van kivel szóba állni, van kivel elkezdeni az újjáépítését egy demokráciának. Nyilván a rendszerváltást szerintem volt egy rossz tapasztalat, ez az elkerekasztalozás a történetnek, amikor mindenki nyert egy kicsit, de senki nem nagyon vállalt felelősséget. Én nagyon-nagyon gyerek voltam még, tehát ez egy abszolút utólagos szubjektív értelmezése, de azt gondolom, ez ilyen kerekasztalozásnak mindig van egy kockázata, olyan kompromisszumok születnek, amelyeket egyébként senki nem tart különösebben helyesnek. De hát megint csak azt mondom, hogy ha olyan vehemenciával állunk neki, ha van rá lehetőség, ha nyer az ellenzék, újjáépíteni a demokráciát, hogy elsöprünk mindenkit, aki részt vett ennek a rendszernek a működtetésében, az megint nem. Nem egy kormányváltás egyszerűen. Hát azt mondja, erre mondják a tanúban azt, hogy már bocsánat a hasonlatért, hogy a kisnyilasoknak meg lett bocsátva. Szóval, hogy... Én nem hiszem, hogy a történelem most fogja meghazudtolni önmagát, ezt kell mondanom. Nem. Jó. Tehát végül is ez jó. És van nekem még egy, nem is tudom mi, agályom, hogy azért a mai média viszonyok nem hasonlíthatók a 90 előtti média viszonyokhoz. Tudom, hogy akkor is volt Szabad Európa Rádió, meg már azért jöttek be külföldről újság, tehát azért meg egy idő után megjelentek a Parabola antennák, tehát az se volt már mondjuk a 80-as évektől annyira zárt, de lehet, hogy már a 70-es évektől sem, de most azért lehet, hogy megszerezték ezt is, azt is, ezt, de egy kattintással többről meg lehet azért tudni a valódi híreket, még mindig tovább lehet kattintani ide vagy oda, és megtudhatod minden bajkeveréssel és együtt a valódi híreket, és nem látom azt, hogy azok az orgánumok, amelyek megpróbálnak valódi híreket, független híreket hozni, annyira szárnyalnának. Tehát a közönség egy jó részeinek úgy tűnik, hogy elég az a nettó hazudozás és ökörség, amit beletetik őt egy részének. Azért mégiscsak most nem akarok nagyon, de a HVG az tartósan a legnagyobb példány számon eladott heti lap, az RTL Klub híradója, a legnézettebb híradó. De nem annyira eladott, amennyi lehetne, töredéke annak az eladásnak, amit mondjuk, jó, megváltozott a világ. Igen. Meg interneten biztos sokan nézik. Tehát nyilván vannak ilyenek, meg a Klubrádiót is, hát erről beszéltünk, hogy nem csak, hogy hallgatják, hanem összedobnak annyi pénzt a hallgató pénzdobás, összedobnak annyi pénzt, amennyi működik. Tehát nem azt mondom, hogy nincsenek ilyenek, csak azt gondolnám, hogy több, hogy nagyon sok olyan ember van, aki mégiscsak fogyaszt valahogyan híreket, hiszen kattintgat ide-oda, és nem zavarja az a, most a Facebook algoritmusa engem az elmúlt napokban ilyen fideszes hirdetésekkel, meg fideszes médiumok hirdetésével szerencséltet, hát tényleg megeszem a sapkámat, olyanok ezek, és ezek szerint sokaknak ez bejön. Sokaknak bejön, de
de azért ne felejtsük el, hogy a listás eredményeket, ha nézzük, akkor ezek ugye 14-ben, 18-ban 44-48% volt. Tehát ez egy nagyon durván megosztott társadalom, ez egy kettéosztott társadalom, ami nem tudott a választásokban megmutatkozni, mert az ellenzéki oldal még a legutóbbi választásokon is töredezett volt. Tehát itt nem arról van szó, hogy a Fidesz egyébként olyan fokon uralja a nyilvánosságot, hogy az emberek kétharmadát meggyőzte arról, hogy a világot úgy kell értelmezni, ahogy épp ők aznap értelmezik. Itt arról van szó, hogy van egy olyan választási rendszer, amiben ez a 40%, 41-2%, ez elegendő volt egyébként egy töredezett ellenzék esetében még a kétharmadhoz is. Igen. Tehát itt nincs mindenki bedarálva ebbe a nyilvánosságba. Itt van egy másik fele az országnak, amelyik mégiscsak azokat az információkat találja meg, amelyek nem a kormány világértelmezését követik. Úgyhogy én ennél azért mégiscsak optimistán vagyok. Hát remélem is. Hogy van egy olyan közkeletű feltételezés, hogy a sajtónak definíció szerint igazat kellene mondani, nem tudom, mi az az igaz, mert nyilván ennél bonyolultabb a világ, de mégis törekednie kéne a valóság minél pontosabb bemutatására, és aki nem ezt teszi, az eltér ettől az alapvető definíciótól. De szerintem megnézve a sajtó, a magyar sajtó történetét, hát szerintem a 90-valahány százaléka, tök mindegy, mit mondunk, nagyon nagy százaléka nettó hazugság jelent meg mindig. Tehát azért ez nyilván nem új keletű dolog. Én előszeretettel olvasgatok régi újságokat. Hát időnként egyszerűen kétségkívül másképp jutott el az emberekhez, de hogy miközben most szörnyölködünk, lehet, hogy tévedünk, vagy valami olyasmit vártunk el a sajtótól, vagy várunk el a sajtó egy jó részétől, ami Magyarországon, vagy a diktatúrákban és féldiktatúrákban soha nem volt az. Nyilván az angol sajtót nézném meg, vagy az amerikait, akkor azért más eredményre jutnék. Igen, ezt akartam mondani, hogy nagyon rövid olyan időszakokat tudunk találni azért a magyar történelemben, amit úgy hívhatunk, hogy demokrácia. És egy nem demokratikus berendezkedés az nem arra használja a sajtót, hogy valódi kontroll legyen a hatalom fölött, valódi viták legyenek a nyilvánosságban, hanem arra használja a médiát, hogy a saját üzeneteit a lehető leghatékonyabban, a lehető legtöbb ember számára juttassa el. Szerintem ez egy nagyon egyértelmű és nagyon fontos különbségtétel a demokráciák és a nem demokráciák között, hogy ne menjünk bele olyan szómágiába, hogy ezt most éppen minek hívjuk, amiben élünk, de ez nem demokrácia. Itt a politikai döntéshozó, a vezető politikai döntéshozók fejében a média az nem azt a célt szolgálja, hogy ő fölöttük valamiféle kontroll működjön, és nem azt a célt szolgálja, hogy a társadalom megismerhessen alternatív elképzeléseket különböző számukra releváns kérdésekben. Itt a Fidesz arra használja a médiát, hogy a Fidesz aznap reggel megálmodott üzenetei lehető leghatékonyabban, lehető leggyorsabban, lehető legtöbb embert elérjék. Ez nem demokratikus hozzáállás. Hogy hát igen, de ebből az is következik, hogy azt gondolják, hogy az emberek egy része legalábbis így programozható. Tehát bemondjuk a mi rádiónkban azt, hogy a nap ezentúl nyugaton kell fel, és keleten nyugszik, akkor egy rövid idő után legalábbis lesz egy olyan sokasság, amelyik azt mondja, hogy igen, és egyébként a Föld az négy elefánt hátán áll, amelyek a teknősökön állnak, amik vízbe átlatják a lábukat, és ezt el fogják hinni, csak többször el kell mondani, és azt is hozzá kell tenni, hogy Brüsszel és Gyurcsány. Szeretném ezt száfolni, de nyilván van egy nagyon, tehát van egy elég komoly rétege a közönségnek, akire ez hat. Aki elhiszi, hogy Brüsszel, Soros, Gyurcsány, de azt is gondolom, hogy azért a magyar nyilvánosságnak a bajai azok nagyon felülről jönnek, és abban a pillanatban, ahogy elkezd majd egy új politikai elit új módon viszonyulni a nyilvánossághoz, akkor ugyanezek az emberek felébrednek. Aha. Én ebben nagyon hiszek. Aha. Tehát igen, rájön, hogy ő ellenálló volt. Arra nem biztos, hogy rájön, ellenálló volt, de akkor majd azt látja, hogy most más a normalitás, és ő majd ahhoz a normalitáshoz fog igazodni. Tehát, hogy az emberek többsége az éppen nem ellenálló, nem forradalmár, ő igazodik ahhoz a környezethez, amiben él. És a mai környezet az azt kívánja meg tőle, hogy ne nagyon gondolkodjon azon, hogy Soros-e vagy Gyurcsány. Fogadja el, mert akkor lesz neki közmunkája, vagy akkor lesz neki megrendelése a mészáros cégektől. Hát, vagy azt hiszi, hogy csak akkor lesz, lehet, hogy egy ellenpróbát megérne. Hát itt van a klubrádió. De az emberek nem forradalmárok. Oké. Hogy kicsit ennyit csak azon a sötét képen, amit mondtam, hogy például Magyarországon is kitűnő oknyomozó fórumok, portálok, kollégák működnek.
miközben a jogszabályokat próbálják úgy alakítani, hogy a lehető legkevesebb lehetőségük legyen, hogy megtudják a valóságot. Tehát vicces az, hogy a különféle közhivatalok elhárítják az érdeklődést, hogy eltitkolják a dolgokat, és mégis egészen komoly és hasznos és jó és nagyon profi munkák kerülnek elő. Igen, ha így nézzük, akkor nagyon sokat tanult valószínűleg a magyar újságíró társadalomnak egy része az elmúlt 12 évben. Az, hogy hogyan lehet nem sajtóközleményekből és nem sajtótájékoztatókból tájékoztatni, nagyon egyszerű volt az, amikor az információ könnyen hozzáférhető volt, és valószínűleg ennek azért volt egy olyan veszélye, hogy el is kényelmesített egy csomó embert. Most sokkal nehezebb bármilyen információ morzsát megtalálni. Megtanulták az újságírók, legalábbis azok, akik oknyomozással foglalkoznak, hogy ezt hogyan tudják ebben az ord környezetben is megvalósítani, úgyhogy egyébként le a kalappal. Tehát tényleg a magyar demokrácia sorsa az nem azon múlt, hogy az újságírók feladták. Nem adták fel. Hát van, aki feladta, van, aki nem, mondjuk, szóval azért sokféle van, meg vannak, hát akik elég lelkesen szolgálják a diktatúrát. Hát őket nem biztos, hogy az újságírás jelzővel érdemes illetni. Igen, ezt nem tudom. Persze a másik oldalon meg azt szokták mondani, hogy azért olyan nagyon sok hatása ezeknek a leleplezéseknek, és hát időnként egészen durva dolgok derülnek ki, a nagyon sok következménye nincs sem büntetőjogi értelemben, sem jó, április 3-án meglátjuk, de a politikai hangulatban sem. Tehát, hogy az is csak a mi buborékunkba gondoljuk, hogy ez a mértéktelen lopás és gyakori korrupció, ez a nagyon megrázná a népeket. Nagyon sokakat egyáltalán nem ráz meg. Én azt gondolom, ebben is érdekes, hogy most én vagyok az optimista, általában én vagyok a pessimista, hogy egyébként... Ajaj, hát tudom, hogy a pessimista a korunk realistája. Igen. De hogy szerintem többeket ráz ez meg, mint ahányan ezt kifejezésre juttatják. Tehát tényleg nem az a... Nem pusztán arról van szó, hogy sok emberhez nem jutnak el információk, tényleg nem jutnak el információk, de egyszerűen az egész mentális állapota az országnak olyan, amiben van egy elnyomás érzés, van egy félelemérzés nagyon sokakban, és persze nagyon sokakban meg van egy haszonelvűség, tehát most nekik ez így jó, akkor miért szavazzanak máshova, ki tudja, hogy akkor mi lesz. De nagyon sokan én azt gondolom, hogy egy ilyen meg nem fogható, meg nem fogalmazható félelemérzetben hozzák a mondjuk a politikai döntéseiket, és abban a pillanatban, ahogy reálisnak látszik a kormányváltás, ez meg fog tudni fordulni. Itt nem pusztán arról van szó, hogy az emberek egyébként legyintenek az ellopott milliárdokra, tudják ők, hogy azt lehetne másra is fordítani. Egyszerűen most nem, vagy nem tudom, hogy most, tehát az elmúlt 12 évben nem volt olyan pillanat, amikor elhitték volna, hogy ezen lehet változtatni. Ami szerintem egy speciális magyar jelenség, hogy a bulvár médiát hogyan kormányosították el. Tehát, hogy benzinkutaknál, most nem a biciklivel járok, de mindegy, mikor mégis benzinkutnál, akkor ott megszoktam nézegetni a címlapokat, hogy kicsit szörnyűködhessek, tehát hogy a bulvárlapok ennyire segnyalóakká váljanak, és ennyire behódoljanak egy hatalomnak, hát ezen elámulok. Azt hinni az ember, hogy ez mégiscsak gazdasági döntések születnek, el kell adni a lapot, de hát ezek szerint el kell adni. Mondjuk azért a kedvencem, hogy Várkonyi Andrea hogyan alszik el Mészáros Lőrinc mellkasán, megvan ez a hír? Ne, nincs. Hál' Istennek nincs. Igen, azt hiszem, nem tudom, amelyik heti labban jelent meg, aztán egy bulvárnapi labban, hogy Várkonyi Andrea, hogy milyen édesdeden alszik el, mert hogy akkor azt kellett bizonyítani, hogy az egy valódi szerelem, biztos az is egyébként, és akkor egyszer csak az ütötte ki a szememet a címlapon, hogy milyen édesdeden alszik el Várkonyi Andrea Mészáros Lőrinc mellkasán, és akkor... Én kérek el is a hallgatóktól. Igen, és akkor azt gondoltam, hogy valóban ezt a holdra vagy marsra költözés most már komolyabban kell venni, ezt jobban meg kell fontolni. Szóval, hogy a bulvár sajtóval mi történik? Hát egy része a Kesmáé, tehát egy része a Fidesz Birodalom része. Bevallom, hogy nem ismerem, hogy mondjuk a Blicknek ma mi van a címlapján. A Blickbe ott azért, igen, ott, a Blick az, ott az nem része. Az nem azt része. Talán nem ennyire, igen. A Blick az továbbra is egy külföldi tulajdonos kezében van, ugye a Ringi kiadóé. De hát aki bármilyen módon a Fideszhez közeli vállalkozások kezébe kerül, ott nincs menekvés. Hát és azt nagyon világosan, tehát a Fidesz politikai kommunikációjában az, hogy a bulvárt arra lehet használni, hogy bizonyos témákat, bizonyos olyan célcsoportoknak el lehet magyarázni, akik egyébként nem
olvasnak híreket, meg nem nagyon néznek híradót, hát ez már régóta használja. Hát nem tudom, hogy a Orbán Viktor mikor jelent meg valamelyik bulvárlapban, hogy húsvéti ünnepeket hogyan éli meg a család. Tehát ez egy nagyon régóta a Fidesz számára kézenfekvő eszköz a bulvár használata a politikai kommunikációban. Az, hogy a politika szempontjából ez kézenfekvő, azt értem, azt nem értem, hogy de értem, hogy a bulvárlapokat kiadók és szerkesztők részéről miért olyan kézenfekvő egy bizonyos szint után, de persze jó. Hát, hogyha ha ők a rendszer részei, akkor nincs kérdés. Egyébként, ha már a Kesma szóba került, ugye itt a következő trükk nem csak a média világába, hogy ilyen magáncégekbe, feltőkésített magáncégekbe kitenni, aztán alapítványokkal elrejteni a pénzt, meg a közpénzt, meg itt micsoda, ezt is csak forradalom esetén lehet jóvá tenni ezeket az igazságtalanságokat? Az alapítványok az egy nehezebb ügy, ugye azok is kétharmaddal vannak szabályozva, ez az egyetemeket érinti például, meg még néhány területet. A nemzetstratégiai szempontból kiemelt jelentőségű felvásárlások, és ilyen volt a közép-európai sajtó és média alapítványok a létrehozása, meg egyébként most ilyen az Antenna Hungáriának a fideszesítése. Tehát ezek esetében nincs ilyen merev kétharmados korlát, ott egyszerűen csak a tulajdonjog problémájával kell szembenézni. Na de azért azt ne felejtsük el, hogyha, ugye ez azt jelenti, hogy valamit nemzetstratégiai szempontból kiemelt jelentőségű tranzakcióvá nyilvánított a kormány, akkor azt nem vizsgálhatta a gazdasági versenyhivatal, és adott esetben a médiatanács. De ez azt is jelenti, hogy ez azért volt, mert nagy valószínűséggel ezek egyébként még a mai környezetben sem mentek volna át mondjuk a GVH-nak a vizsgálatán. Tehát azért ezekkel utólag van mit kezdeni, ezek olyan domináns piaci pozícióban lévő szereplők, akiknek a működését azt meg lehet vizsgálni, és azzal kapcsolatban lehet hozni döntéseket, amelyek nem kétharmados döntések. A médiatanács az itt személyes kedvencünk a Klubrádióban. Ugye az hát elég közismert, hogy a Klubrádiótól jogilag biztos nem így kell mondani, de hétköznapi nyelven csalás útján vették el a frekvenciáját, tehát hogy most mindegy, hogy ez jogilag sokkal ügyesebben meg volt, ez a publicisztikai véleményem egyébként. Tehát ez nem tényállítás, hanem vélemény, jól csinálom? Na mindegy, tehát hogy tök igazságtalan volt, és egy hatalmilag diktált dolog, és egy elvben függetlennek tételezett testület, ami persze már nem is próbál úgy tenni, mint a független lenne, hiszen a médiatanácsban azt hiszem nincs egyetlen egy ellenzéki, sincs 2010 csak. Óta nincs. Igen, tehát hogy azért a látszatra sincs olyan nagyon vigyázva, de teljesen nyilvánvaló hatalmi érdekből elhallgattatja, vagy megpróbált elhallgatni a Klubrádiót. Ez is ugyanúgy működhet örök időkre tovább, és majd azt mondja, hogyha elég Mészáros Lőrinces egy rádió, akkor kapsz 100 vidéki frekvenciát, ha nem eléggé, akkor hát hello. Nem szeretek én lenni ez, aki ilyen nagyon visszafogott ez ügyben. Na de hát azt látni kell, hogy a médiatanács megint csak kétharmad. Tehát minden kétharmad. És ugye megint nem a médiatanács önmagában a baj, hiszen a Klubrádió összes ügye eljutott a kúriáig, és eljutott az alkotmánybíróságig, és ez mind-mind visszadobta egészen nonsens jogi érvelésekkel. Tehát arról beszélünk, hogy a teljes rendszert át kell ahhoz alakítani, hogy egy piaci szereplő, legyen az egy média szereplő, vagy bármelyik piac, bármely vállalkozása, joggal számítson arra, hogy őt valóban a jogszabályi keretek alapján fogják majd megítélni, nem pedig bemondásra. Mert most nem nagyon lehet már, tehát a kúriában már nem lehet bízni, és az alkotmánybíróságban meg aztán semennyire nem lehet bízni. Ezek nem csak a média problémái. Nem, sőt. Ha ezt megoldjuk, ha ezt megoldja a politika, akkor a médiatanács lesz a legkisebb falat, akkor azt is megoldotta. Aha. Jó, hát akkor ezt is írjuk fel a megoldandók listájára. Valóban a média csak egy szelete mindannak, ami történik. Mondjuk, ami biztató, hogy adja a médiatanács, vagy mi ez úgy gondolt, hogy el lehet tiporni a Klubrádiót, azért nem lehetett egyrészt a technikai fejlődés, bár előtte még a digitális rádiózás, azt a DAB rádiózást gyorsan eltörölték, hogy még egy kis kaput bezárjanak, de hogy azért a technológia fejlődése, az internet elterjedése jelentett egy kis kaput, jelentett az, ami nagyon fontos, hogy a hallgatók összedobják a pénzt, és még egy dolog, hogy
Ja, rögtön alakult egy önkéntes csoport, amelyik elmagyarázta a népeknek, a potenciális hallgatóknak, hogy hogyan működik ez a másik rendszer, hogy van itten egy nem sugárzott világban is lehet egy rádiót csinálni, és akkor egymást tanítgattuk, vagy hát én nem tanítgattam mást, hanem engem tanítottak, de mindegy. De voltak, akik értettek ehhez, és akkor vették a fáradtságot, az időt, az izét, és ezt megszervezték. Mondjuk akkor ebben hagy legyek optimista, hogy azért azt mondta, hogy efféle erő van a magyar társadalomban, hogy fenntartson, remélem. Egy klubrádiót nem csak anyagilag, erkölcsileg, hanem szellemileg is. Én akkor is dicsértem már a klubrádiónak az akcióját, ahogy ezt az egész átállást levezényelte. Jó volt nagyon a kommunikáció, és tényleg az látszott, hogy amit nyilvánvaló is, hogy a klubrádió körül van egy közösség, akinek ez nem mindegy, akik hajlandóak időt, pénzt, energiát fektetni abba, hogy a klubrádió működjön. Mindenkinek ez lehet a legfontosabb célkitűzése bármelyik médiumnak, azt gondolom, és valami ilyesmiben is dolgozik mindenki, aki egyébként nem az állampénzéből él, mert hogy más út nincs. Úgyhogy ez mindenképpen optimizmusra ad okot, van erre, és igen, tehát amikor a magyar társadalomról sötét dolgokat állítunk, akkor azért ez ugyanaz a társadalom, amelyik most is ott van a határon, és segíti a menekülteket, meg a pályaudvarokon segítette a menekülteket, és amelyik egyébként mindig képes valahogy összeszedni magát, és amikor helyzet van, akkor azt megoldja. Abban nincs szerencséje, hogy milyen hatalmi elitet választ magának. Igen, bár lehet, hogy nem azok választják feltétlenül ezt a hatalmi elepet, akik most segítenek, bár remélem sokféle ember segított, vagy aki. Tehát, van-e annak olyan jelentősége, hogy egy ilyen média, nem tudom miben, média zuhatagban egy-egy ilyen szabad hang, független hang megmaradjon, vagy ez csak szoktam mondani, hogy bojt a sapkán, vagy nem tudom, tehát azt lehet mondani, hogy jó. Hát éppen, amit az előbb mondott, hogy ez a közösség, ez létezik. Tehát a klubrádió körül van egy közösség, amelyik pontosan tudja, hogy neki mire kell a klubrádió, és hogy ezért ő áldozni is hajlandó. Persze, hogy számít, és tényleg ez a közösség építés zajlik a többi független média esetében is, mert valahogy ki kell alakítani ezt a pozitív érzelmi viszonyt is a médium, a szerkesztőség és a közönség között, mert hogy ezek az emberek, akik ezt a közösséget alkotják, számítanak arra, hogy a klubrádió holnap is ugyanilyen minőségben a számukra megbízható híreket el fogja mondani. Igen, akkor fogja elmondani, hogyha sikerül összegyűjteni, de biztos, hogy sikerülni fog azt az összeget, amely a következő hónapok működésére szükséges. Ma reggeli adat az 33,8 millió forint volt, biztos azóta már nőtt is. Van két telefonszámunk, ahol csekket lehet kérni, illetve információt lehet kérni. A budapesti 240-79-53 vagy a 240-69-53-as szám. Nagyon-nagyon régi hallgatók még tudják talán, hogy miért 953 a vége a számjegyeknek, mert valamikor volt frekvenciánk, és akkor az 95,3 volt, de ez már nagyon rég volt. Szóval 240-79-53 és 240-69-53-as telefonszámon kaphatnak információt, kérhetnek csekket, számlaszámot, és a klubrádió.hu internetes oldalon pedig olyan könnyű befizetni, hogy csak na. Bolyán Gábornak, médiajogásznak, az Egységes Ellenzék médiapolitikai kabinettje vezetőjének köszönöm szépen, hogy itt volt, és köszönöm. Elmondta. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Bíró Kristóf, Dobos Krisztina, itt a stúdióban Bencsik Gyula és a szerkesztő Korpás Krisztina, és Jánost hallották. A viszonthallásra. Reggeli Gyors, nem marad le semmiről.